Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Véghajrában tartanak a városi projektek. Leidinger István polgármesterrel beszélgettünk a városban folyó beruházásokról. A teljes beszélgetés megtekinthető YouTube csatornánkon. Hát több nagy projekt van, és nagyon sok kicsi projekt van. Mondhatni, hogy véghajrájában, tehát sok munka van még hátra. Ugye itt a tűzoltóság energetikai korszerűsítés az egyik projekt. Mint minden építkezésen itt is természetesen szembesültünk olyan problémákkal, amit menet közben kellett megoldani. Többek között az, hogy ennek az 1958-59-ben épült épületnek már olyan eltöredezett a vízszigetelése, talajpára elleni szigetelése, talajnedvesség elleni szigetelése, ami kis gondot okozott, ami eddig azért nem volt túl nagy probléma, mert hát nem volt becsomagolva az épület, viszont most, hogy be lesz csomagolva az épület, ennek a talajpárának, talajnedvességnek valahol el kell távozni, vagy nem szabad bejutni oda, hova bejut, úgyhogy most ezt kell megoldanunk. Mint látható, akik arra járnak, hogy jelen pillanatban éppen az épületnek a becsomagolása, Hungarocellel történő becsomagolása van folyamatban. Aztán egyre jobban megyünk be a térbe, és utána elkezdődik majd a tető héjazatának a bontása, illetve a tetőszerkezetnek a megerősítése, hogy napelemes rendszer rátelepíthető legyen. Ezzel párhuzamosan megy a kutaknak ezeknek a szondáknak a lehelyezése, a hőcserélőknek a beépítése. A belső munkák már nagyjából megvannak, tehát a gépészeti csöveket, azokat már, amit kellett, kicserélték, aztán utána elkezdenek majd egy nyilazárókat cserélni, tehát ott még nagyon sok munka van, és igazából talán egy ilyen 15%-os készültségi foknál tartunk. De akkor olyan léptekkel halad. Tehát ott még bőségesen van munka, tehát még szerintem itt tavasszal is fognak itt dolgozni. Na de legalább zajlik a munka. Tehát ez... hát zajlik, jó lett volna, hogyha ott a nyári 40 fokos melegbe zajlott volna a munka, és kivitelező kicsit jobban csipkette volna magát. Úgy látjuk, a kivitelezők is szeretnek hidegbe dolgozni. Jótékonysági Szent Erzsébet bálon jártunk. Szendvicssel és egy pohár borral várta a Pomázi Szent István plébánia Caritas munkacsoportja a PMHK színház termébe a jótékonykodókat. A fellépők helyi művészek voltak, és a tombolatárgyak is a helyi vállalkozók adományai. A bevételből élelmiszer, gyógyszer és tűzifa támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Mi a következő lépés ezután, a bál után? Hát a következő lépés az nyilván a karácsonyra való felkészülés, élelmiszergyűjtéssel fogjuk tölteni majd az időt, illetve élelmiszercsomagokat állítunk össze, készülünk a Mikulásra, ez régi hagyomány Pomázon, miktumlás csomagokat adunk rászoruló gyerekeknek. Tehát szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni a gyermekekhez ezekben a programokban is. És hát tervezzük, hogy jövő év elején legyen egy jótékonysági koncert, vagy valamilyen olyan program, ahol a zeneiskolával tudnánk együttműködni helyi művészekkel, tehát hogy ez is a célok között szerepel. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretné még támogatni a későbbiekben is ezeket a kezdeményezéseket, akkor ezt hogyan tudja megtenni? A plébániánknak van egy alapítványa, Szent Miklós Alapítvány, a számla száma elérhető a Pomázi Szent István Király plébánia honlapján, és akár a bankszámla számra befizetéssel,
de közvetlenül így a plébánia irodán is ezeket a támogatásokat meg lehet ejteni. Kormányablak busz Pomázon. November 28-án 9 órától a PMHK előtt lesz lehetőség ügyeket intézni. Negyedik csillagszóró jótékonysági est. A rendezvény helyszíne a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Színház terme. November 23-án 19 órától várnak mindenkit szeretettel. Zenél az están az Olive Live zenekar. Adománygyűjtő, karitatív és kulturális rendezvény lesz a Telekivattai kastélyban. A rendezvény időpontja november 27-e 19 óra, a gyermekek fejlődését és a rászoruló családok segítségét szolgáló Pomázi Felzárkózunk Alapítvány javára gyűjtenek adományokat. Kiállítás nyílik Nagy Gyula fotóiból és a gyermekek rajzaiból, amelyek akár a helyszínen megvásárolhatóak. A kiállítást a Lélekhúron című versszínházi darab nyitja meg Balázs László Gábor színész, Gál Gábor zenész, Nagy Gyula felolvasó fényképész és Tiba Krisztina közreműködő alkotótárs előadásában. Balkánoán Pomázon. Igazi balkáni hangulat vár minden érdeklődőt tánc és zene formájában a PMHK-ban november 30-án 17 órától. A műsorban fellép az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyermek és felnőtt csoportja, a Zora zenekar, valamint a budapesti Jantra Bolgár tánc együttes. A műsor után élőzenés mulatság veszi kezdetét. A támogatói egy 1000 forintos áron vásárolható meg. Újabb 2-1-es vereség. Pomász futballcsapata az első félidei kiegyenlített játék után az 54. percben került hátrányban, amit Toricska Rajmund góljával sikerült kiegyenlíteni, de a 90. percben bekapott újabb gólra már nem volt válasz. Javítási lehetőség idegenben Bugyi ellen 24-én, majd az utolsó idei fordulóban hazai pályán a Csoki Sport ellen november 30-án 13 órakor lesz. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!